Olcsó, biztonságos, környezetbarát energia. MVM Paks 2 atomerőmű fejlesztő ZRT. Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Kalocsai Híradó szerda esti adását látják. Konferencia nagy háborúról, teltházas előadás volt a Kalocsai Színházban. Felajánlásból újult meg a Messesi játszótér, továbbra is teljes felszereltséggel várja a családokat. Újból szépül a hivatal, renoválják a Városháza kapuit. A Nagy háború és emlékezete címmel konferenciát szerveztek hétfőn a Kalocsai Színházban. Neves előadók sora tartott beszámolót az első világháborúval kapcsolatban, amelyet teltházas közönség hallgatott végig. Még a konferencia megkezdését követően is egymás után érkeztek a középiskolás osztályok, hogy meghallgassák az előadót a színházban. Itt tartották hétfőn ugyanis azt a konferenciát, mely az első világháború előzményeit és eseményeit tárta fel a nézők számára. Az egyik meghívott vendég Romsics Ignác Széchenyi díjas történész volt, aki a nagy háború kiváltó okait magyarázta a közönségnek. Itt lényegében a világ újrafelosztásáról lett volna szó, amennyiben bizonyos fejlődésbeli egyenetlenségek voltak az egyes nagyhatalmak között. Tehát ez főleg Németországra jellemző, az Egyesült Államokra és Japánra is. A világot a 20. század elejére a régi gyarmatosító birodalmak, Nagy-Britannia, Franciaország, Portugália, Holland felosztották. Több felosztani való terület nem volt, viszont a gazdaságilag egyre erősödő Japán és különösen Németország területeket szeretett volna magának. Az első világháborús centenáriumi emlékbizottság 2014 óta támogatja például kiállítások és konferenciák szervezését, ehhez kapcsolódott be a Kalocsai is. Nem várható el egy egyszerű szakmunkástól, vagy egyszerű embertől, hogy részleteiben ismerje akár a magyar, akár az egyetemes történelmet. Azt hiszem, hogy az első világháború, azt mindenki tudja, hogy megölték a trónörököst, a Ferenc Ferdinándot, és ez volt az oka a világháborúnak. Ez volt a kiváltó, a közvetlen oka, de a háttérben, a mélyben sokkal fontosabb és nagyobb volumenű dolgok voltak. A történelmi témára már a színház előterében rá tudtak hangolódni a vendégek, ugyanis ott pedig a korabeli katonatárgyakat nézhették meg közelebbről. Vállalkozói felajánlásból az idén is megújulhatott a Messesi játszótér. A beruházás részleteiről Angeli Gabriella önkormányzati képviselő számolt be televíziónknak. A Messesi üdülő udvarán található játszótér kínálta lehetőségeket, már eddig is nagyon sokan élvezhették, hiszen szabadon használható nyitvatartási időben. Ezért gyakran látogatják családok és iskolai csoportok is egyaránt. Legutóbb a német diákok, amikor a kertvárosi iskolában a partner kapcsolat révén ellátogattak Magyarországra és így Kalocsára, ők jöttek el és fociztak, jól érezték magukat, főztek, sütöttek, főztek az udvaron. A napközis csoportok járnak ki, akár kerékpárral, akár pedig ezzel az új kis piros vonattal, és töltik el itt délután a néhány órát. A folyamatos igénybevétel következtében azonban az itt lévő hinták, homokozók és egyéb játékok elhasználódtak és felújításra szorultak. Tavaly egy felajánlásnak köszönhetően a medencét már sikerült tataroztatni. Ebben az évben Nagy János ügyvezető úrnak köszönhetően a hintatartó gerendáját cserélték ki. Ide szállítatott számunkra a homokozóba homokot, kicserélte a kosárlabda hálót és egy új kosárlabdát is ajándékozott a játszóterünknek. A homokozó szélén található műanyagjátékokat, a tűzoltóautókat és a gokartot is adományként kapta önkormányzatunk. A külső segítségeknek köszönhetően a játszótér továbbra is teljes felszereltséggel áll a legkisebbek és családtagjaik szolgálatára. A minap lecserélték a Városháza kapuját, de nem maradt sokáig így a bejárat, hiszen a jól megszokott fekete vaskaput csak a felújítása miatt szerelték le. Sokan meglepődhettek, mikor a héten a Városházára igyekeztek, hiszen a régóta megszokott ódon fekete kovácsolt vaskapu helyén egy kisebb szürke kaput találhattak.
A cserének az az oka, hogy felújításra kerül a régi bejárat. A Városháza felújítására 2014-es évben került sor. Ez egy elég átfogó fejlesztésen esett át maga a Városháza, de sajnos nem nyílt mód a pályázat keretében a fő bejárati kapu, illetve a hátsó bejárati kapunak a felújítására. Így az első és a hátsó bejárat régóta szükséges megújítására most kerített sort a város. A rekonstrukció ideje alatt egy egyszerűbb szürke kapu lett elhelyezve a hivatal bejáratában. Szükségessé vált a sérült részeknek a cseréje, a lemezburkolatnak a cseréje, illetve a szükséges helyeken a sérült, korrodált felületeknek a kivágása, illetve a pótlása, illetve ezeken található díszítéseket is helyre kellett állítani. A felújítási munkálatok után a kapuk visszaállításra kerülnek, amely a hátsó kapu esetében már meg is történt. A főbejárat várhatóan 2 héten belül nyeri vissza a régi jól megszokott arcát. Fontos tisztséget kapott a Bács-Kiskun megyei iparkamaránál a Kalocsai Budamobil Cargo Kft. Vezetője, hiszen a legutóbbi tisztújító közgyűlésen Sziráki Szilárdot választották az ipari tagozat alelnökévé. A Bács-Kiskun megyei kereskedelmi és iparkamara alapszabálya szerint október 4-én tisztújítók küldött közgyűlést tartottak, amely során Gál Józsefet újra választották elnöknek, míg az ipari alelnök a Budamobil Cargo Kft. Vezetője Sziráki Szilárd lett. Pintya László töltötte be ezt a tisztséget az elmúlt ciklusba, ő is felkért erre, és minden további tudását átadva igazából segítette ezt az egészet, amit támogatotta az elnökség is, és én ezt a tisztséget, ezt a titulust elvállaltam. A kinevezés mellett Sziráki Szilárd változatlanul a Bács-Kiskun megyei iparkamara elnökségi tagja maradt, ugyanakkor felkérték az országos ipari tagozat küldöttjének is. Ennek elbírálására november 27-én az országos küldött közgyűlés keretein belül kerül majd sor. Az iparkamara alelnöke továbbá tagozatával kapcsolatos legfőbb elképzeléseket és célokat is megfogalmazta, mint tisztségéhez köthető teendőt. Az ipari szektornak az összefogását képviselve a kormányzat felé kis és középvállalkozások és nagyvállalkozásoknak a segítségében és igényeit tolmácsolva kormányzat felé is elérve azt, hogy minél könnyebben, jobban és rugalmasabban tudja működni egy vállalkozás. Figyelembe véve itt a vállalkozás zavartalan működéséhez elengedhetetlen szükségleteket. Sziráki Szilárd kifejtette, hogy itt elsősorban a szakmunkás és szakképzés hiányt szeretnék orvosolni, mind a mellett, hogy a vállalkozások olyan juttatásokat kapjanak, amelyek megkönnyítik annak munkáját. A hétvégén kalocsaiak zarándokoltak a Somogy megyei Andocsra, hogy tisztelegjenek a 300 éves egyházi hagyomány előtt. Az ünnepi szentmisét Redkes Zsolt plébános celebrálta. Kalocsának szeme fénye, üdvözlégy Szűz Mária. Ez olvasható azon a kézzel hímzett terítőn, amely az andocsai templom oltárát díszíti. A két település szoros kapcsolatban áll egymással, hiszen a legenda szerint az angyalok a városunkból ide menekítették ki ezt a Szűz Mária kegyszobrot a törökök elől. Több száz éve szakrális helyként szolgál a hívek számára, ide érkeztek a hétvégén a kalocsai zarándokok is. Templomban hagyományosan a lobogók vonulnak először, és utána a hívek. Így történt ez az idei évben is. A helyi plébános köszönti a híveket, és mindig megemlíti azt, hogy a kalocsaiak, illetve a szállási népek itt Andocson otthon vannak. A Szűz Mária szobor egy öltöztethető fából faragott kegytárgy, rajta kalocsai díszítésű ruha. Mostani alkalommal egy kézi, gépi, cifrapamukos régi ruhába volt öltöztetve a kegyszobor. Ez az 1970-es években készült, és tudjuk is, hogy kiknek a kegyajándéka volt. Gutmann Mihályné Teréz és az ő testvére ajándéka. A 1970-es években vitték oda, és ez a mai napig használatos, szép ruhája a kegyszobornak. A zarándoklat része volt az Isten tisztelet, amelyet Redkes Zsolt plébános vezetett, de nem maradhatott el az andocsi templom körül a keresztúti ájtatosság sem. Az ünnepi alkalmat egy közös lakoma zárta. Ahogy az atyától megtudtuk, ebben az évben már nem terveznek több zarándokutat, de az biztos, hogy jövőre ismét elindulnak Andocs irányába. Október 11-én nyílt kiállítás a Kalocsai Ökopontban az Erdő élővilága címmel. A tárlat a Kalocsa Környéki Környezetvédelmi Egyesület közreműködésével valósult meg, méltó megemlékezésként az Állatok Világnapjáról.
Az Erdő élővilága címmel kiállítás nyílt az Ökopontban a Kalocsa Környéki Környezetvédelmi Egyesületnek és a Homokmögyi Dózsavadásztársaságnak köszönhetően. A tárlat témája és időpontja nem véletlen, hiszen egy igazán jeles zöld naphoz, az Állatok Világnapjához kapcsolódik. Hogy ezt a kört, tehát emlékezetesebbé tegyük ezt az egész rendezvényt, ezért két előadást tartunk csütörtökön, az 13-a, délelőtt 10:30-kor az óvodások részére, délután 3-kor pedig a 14-18 éves korosztály és a felnőtt korosztály részére. Az előadásokat Miskei Ferenc, a Homokmégyi Társaság mestervadásza fogja tartani. A bemutatók egyik célja, hogy a kicsik is megismerjék a körülöttünk élő állatvilágot képeken, hangokon és a kiállítás anyagán keresztül. A felnőtteknek az állatvédelemről, a madárvédelemről, a természetvédelemről, az állatember kapcsolatáról, ezek összességében hogyan néznek ki, és mindenképpen arról, hogy a vadászat hogyan illeszkedik bele ebbe a dologba, és hogyan lesz a vadászból természetvédő és állatvédő. A kiállítás október 18-áig az intézmény nyitvatartási idejében az előadásokkal egyetemben ingyenesen látogatható. Az Állatok Világnapja alkalmából tartott játszóházat a kicsik nagy örömére a Kalocsai Kulturális Központ. Október 4-e az Állatok Világnapja. Így a Művelődési Központ által szervezett, sokak által kedvelt játszóházban most az állatoké volt a főszerep. Elefántok, mackók és cicák köszöntek vissza minden a kicsik szorgos keze által készített tárgyról. Bejönnek a gyerekek a Művelődési Központban, először is a Dávid Attilával találkoznak, aki rejtvényfejtéssel várja őket. Ezek mind állatos rejtvények, és a legtöbbet Attila készítette. A rejtvényfejtés után a csillámtetoválással is ismerkedhettek a vállalkozó kedvűek. De ezek mellett készítettek többek között célba dobós játékot, gyöngyből kisállatokat, dekorgumiból mackóüzenőt vagy sárkányórát is. Itt pedig sárkány készül, amelyik óra szerkezettel, természetesen papír szerkezettel van ellátva, tehát a gyerekek ezzel tanulhatják esetleg az órát. A következő játszóházat várhatóan november 5-én tartják, aminek a témája az ősz lesz. De a szervezők már a télre is gondolnak, Mikulás napi és karácsonyi játszóháza is készülhetnek a csöpségek. Az újabb sikernek köszönhetően ismét előrébb lépett a bajnoki tabellán a KKC férfi csapata, hiszen múlt hétvégén idegenben a Bajai együttesét győzték le. Hétvégén idegenben játszotta idei 4. mérkőzését a Kalocsai Kézilabdaklub férfi együttese a Bajai KSE csapatával. A több idegen légióst is felvonultató ellenfél minden évben megizzasztja Kolics János játékosait, ami most sem volt másként, azonban a mérkőzés során jobban bírta és diktálta is az iramot a Kalocsa, mind a mellett, hogy az összes kínálkozó lehetőséggel élni tudott a csapat. Fizikálisan sokkal jobban bírtuk, védekezésbe felőröltük őket, nem tudták játékba hozni a beállójukat, az átlövéseik pontatlanok voltak, és azokban a fáradt pillanataikban sokat is hibáztak, és ezeket a hibákat kíméletlenül megtoroltuk a lerohanásainkkal és a nagyon fegyelmezett fal előtti játékunkkal. A Kalocsai Kézilabda Klub mindennek köszönhetően végül 8 góllal kerekedett felül a Baján, így idei 3. győzelmét szerezte a gárda. Kolics János a bajai siker kapcsán az erőléti felkészültséget is külön kiemelte. Erre építjük az egész éves felkészülésünket. Heti 4-szer nagyon komoly terhelést kapnak a játékosok. Ez visszaigazolódik az ilyen mérkőzéseken, és ez az erőnléti fölény önmagáért beszél. Ezzel egyúttal a Kalocsa előrelépett a bajnoki tabella 3. helyére, de a KKC-t megelőző Dunaújváros is hasonlóképpen 6 ponttal rendelkezik, azonban a gólkülönbség véget foglalja el a 2. pozíciót. A mezőnyből már csak a Mecsek Nádasd Veretlen, akikkel majd november végén találkoznak a kalocsai kézilabdázók. A KKC következő mérkőzését október 15-én, szombaton délután 6 órakor a Hőgyész ellen játssza hazai pályán. Kedves nézőink, köszönöm, hogy velem tartottak, friss hírekkel és híradóval legközelebb péntek este jelentkezünk. Addig is kérem, kövessék műsorainkat a Kalocsa TV megújult honlapján. További szép estét kívánok!
Olcsó, biztonságos, környezetbarát energia. MVM Paks 2 atomerőmű fejlesztő ZRT.